Felavatták Klebelsberg Kunó szobrát Komáromban. Hazánk legnagyobb hatású kultúrpolitikusának mellszobrát október 11-én a Jókai Ligetben a járásbírósággal szemben közösen állította fel az Endres Csoport Egyesület és Komárom város önkormányzata. Tisztelt! Tisztelt ünneplők és emlékezők! Azért használom ezt a megszólítást, mert emlékezünk egy olyan szomorú eseményre, ami 1932. október 11-én körülbelül ebben az időpontban a rádió híradásaiban megrázta az egész országot. Politikai és egyéb ellenfelei is fejet hajtottak Klebelsberg Kunó halála idején. Ő volt az a politikus, akit el kellett ismerni, hiszen egyrészt a Tisza István kormányból jött, ez adta azt a politikai legitimációt neki, ami a Horthy korban óriási súlyt jelentett, akkor politikai államtitkárként dolgozott, és ez a fiatalember, aki megjárta a nyugat-európai egyetemeket, valami elképesztő munkabírással óriási dolgot hozott létre. Ma Magyarországon intézmény is viseli nevét, leginkább innen ismerik. Ezt engedjék meg, hogy egyetlen egy mondattal hagy intézzem el, hiszen erről itt nem erről van szó. Azt hiszem, Klebelsberg Kunónak mindenkihez Magyarországon volna egy-két keresetlen szava mostanában. Klebelsbergről, amit elfelejtenek, az, hogy a nevéhez fűződik a Szegedi Dóm, nevéhez fűződik az összes egyetem, ahova legtöbben jártunk, akik diplomát szereztünk, hazahozta őket. Különvár fantasztikus volt az, hogy egy reálgimnáziumi és humángimnáziumi képzést indított, példamutató ma is. Az érettségi abban az időben mindenki tudja nagyszüleitől, szüleitől, micsoda értéket jelentett. A mai napon, halálának napra pontosan 90. évfordulóján Magyarország legnagyobb hatású kultúrpolitikusára, a magyar kultúra 20. századi atyára emlékezünk. Arra az emberre, akinek alkotó tevékenységével, életművével akarva, akaratlanul is naponta találkozunk. Tanulmányait a budapesti, a müncheni, a berlini egyetemeken és a Sorbonon Párizsban folytatta, többek között államtudományi doktori címet is szerzett, majd az államszolgálatába lépett. 1898-ban a miniszterelnökség osztályvezetője lett, külügyi és nemzetiségi kérdésekkel foglalkozott. 1910-ben kinevezték közigazgatási bírónak, 1914-ben Tisza István maga mellé vette a miniszterelnökségi politikai államtitkárságra államtitkárnak, feladatul kapta a magyar királyságon kívül élő magyarok oktatásának, művelődésének szervezését. 1918-ban határozottan fellépett Károlyi Mihály tevékenysége ellen is. 1919-ben keresztény párt szervezésével fogott, a Tanácsköztársaság ezért üldözte, Tormai Cecil bújdosókönyvét ismerve, vagy aki hallotta Lenin fiúkról, azt tudja, hogy ez az ember akkor fizikai létét, életét kockáztatta. 1920-ban Bethlen kormány tagjaként belügyminiszter lett. 1922-ben az újrázó miniszterelnök új feladatot adott a tehetséges politikusnak, kinevezte vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Ez a politikus egységes közigazgatást szervezett. Megreformálta a pedagógus képzést, népiskolák sorát, rendszerét alakította ki az analfabetizmus visszaszorítására, létrehozta az országos népfőiskolai alapot, 3 év alatt 5000 tantermet épített, ezek lettek a vidéki kultúra központjai, gramofonnal, vetítővel,
támogatta a Magyar Tudományos Akadémiát, építkezéseket indított Pécset, Debrecenben, Szegeden, hogy az elcsatolt területek egyetemei tovább tudjanak működni az anyaországban. Létrehozta a Collegium Hungaricumokat Európa számos fővárosában. Ti nem akartok semmi rosszat. Isten a tanútok reál. De nincsen, ki közületek ezt szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomat. A templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. És gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot az iskolát. E templom és iskola között futkostam én is egykoron. S hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyerekhomlokom. Azóta hányszor éltem át ott, lelkem zsenge tavaszkorát. Ne adjátok a templomot. A templomot. És az iskolát. A koldusnak. A párjának. A jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján is nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az út szélét és az égbolt sátorát. Ne adjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükben bíztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát.